Sárkány Győző, Ferenczi Noémi díjas grafikus művész, érdemes művész munkái jelenleg a Gál Imre galéria falait borítják. Az időzítés nem a legszerencsésebb, hiszen a járványhelyzet korlátozásai miatt a Köztes képek című kiállítás megnyitó és látogatók nélkül a leállósávba kényszerült. D.Udvari Ildikó, a múzeum igazgatója, kárpótlásként online anyagot válogatott össze az 50 kiállított képből, hogy ebben az inger szegény időszakban sem maradjon senki impulzusok nélkül. Megmondom őszintén, most már kezdem megszokni ezt a dolgot, mert most ez a harmadik kiállítás ebben az évben, ami így történik ebben a sajátos formában, nyilván nem örül neki az ember. Az elsőnél azért sokkoló volt, amikor ugye a Trianon Anxis kiállításom nyílt volna itt meg június 4-én, ami ugye elmaradt az akkori első hullám, vagy a járványnak az első hulláma miatt, és utána az ugye megnyílt a A38 hajón, de az is egy egynapos kiállítás volt, és ugye nekem azért egy nagyon komoly befektetés volt, mert több évig dolgoztam ezen a 100 lapon, és hát nem volt egy jó érzés. De hát most, hogy ebben a szituációban vagyok, most már kezdem megszokni. Sárkány Győzőt a kiállítása anyaga előtt korábbi munkáiról, az iskolai matematika füzete margójáról kérdeztem. Emlékszik-e a matematika füzeteinek a margójára? Mert úgy gondolom, hogy ott is már ott lehettek ezek az aprólékos kis rajzok, firkák, amiket a gyerekek az órán csinálnak. Ezt jól gondolom? Nagyon jól gondolja. Ha nem is a kockás füzetbe, de abban is, igen. Hát vannak erről emlékeim, ugye például annyira nem szerettem a matematikát, és ezért azzal kompenzáltam, hogy nagyon szépen írtam, vagy nagyon szép volt a füzetem, de különösen a történelem füzetet rajzoltam tele, és ezzel bizonyos előnyöket élveztem a tanárnál, hogy így prezentáltam ilyen rajzokat, de nagyon sok órát tulajdonképpen végrajzoltam, és akkor hagytak is engem békén ezzel a elcsendesedett rajzolással, amiket ezeken az órákon folytattam, ez valóban így van, ez Jól látja ezt a dolgot. És hogyan emlékszik arra vissza, hogy a művészi hajlam az adott volt, azzal rendelkezett, de hogyan választ az ember magának ágazatot, ami után az életét végig tudja kísérni, hogy ebben meg vagyok? A festésben mindent kipróbáltam, és gyakorlatilag a 70-es éveknek a végén jutottam el oda, hogy egész egy ilyen absztrahált képeket festettem, és akkor volt egy pillanat, műterem problémáim voltak. Tehát több dolog tényezőből állt össze, hogy átértem a grafikára. Akkor emlékszem, a 70-es évek végén volt egy ADI pályázat, ahol készítettem rajzokat, ahol nyertem díjat ezen a pályázaton, és akkor volt egy nagyobb érdeklődés irányomba a rajz iránt, tehát mindig úgy éreztem, hogy ez még kevés, és érdekelt maga a rajz, és aztán az érdeklődés addig mai napig tart tulajdonképpen. De mondom, előtte én festettem, mindenféle technikát kipróbáltam a festészetben, tehát gyakorlatilag tűhegyes ecsettel festettem, majd spaklival, tehát csurgattam a festéket, tehát ami csak létezik, kipróbáltam a festésben. Nyilvánvaló, hogyha lett volna rá lehetőségem, lett volna rá mondjuk alkalmam, akkor ezt lehetett volna tovább folytatni, de ehhez mondjuk az akkori körülmények között megfelelő műterem, vagy megfelelő helyre lett volna szükségem, és ezzel én akkor nem rendelkeztem, és ez is motivált arra, hogy akkor a grafika fele fordultam. A Köztes képek az 1978 és 2020 közti 42 év alkotói munkájának spontán összegzése. A kiállítás szemügyre vételek közben a látogató is érzékelheti az alkotó életszakaszait, aktuális érdeklődését, korszakváltásait. Amikor visszanézem ezeket a lapokat, mondjuk a 80-as éveket, akkor azok a szituációk, amelyek akkor voltak, vagy az a közérzet, ami bennem akkor dolgozott, ezek természetesen előjönnek, de vannak állandó, konstans érzések, hogy így mondjam, és ezek a konstans érzések kötik össze mával ezeket a munkákat. Az embernek ez egy kicsit ilyen tükörkép is, tehát belenézek a saját múltamba ezeken a munkákon keresztül.
A kiállítótér elkészülte után, ahol több mint 4 évtized munkája alkot egységet, mennyire kritikus a 10, 20 vagy 30 éves önmagával az ember, vagy egyáltalán kritikus-e? Inkább a mostani munkáimmal vagyok kritikusabb, tehát azok a munkák, amiket én akkor csináltam a 70-es évek végétől tart egészen 2020-ig ez a folyamat. A mai munkáimmal érdekes módon picit kritikusabb vagyok, azokat a munkákat már elengedtem, teljes mértékig lezártam, nem tudnék mit hozzátenni. A mostani az még egy folyamat, az még érik bennem, tehát ott kritikussal vagyok. Ugyan jött az ötlet, hogy akkor ekkora időszakot, ekkora életutat mutatnak be most itt a kiállítótérben? Hát megmondom őszintén, ez korral jár nyilvánvaló, ugye 70 éves leszek jövőre. Kaptam egy felkérést a Szegedi Rögparotából, hogy ott rendezek 2021-ben egy életmű kiállítást. Ez hozott itt össze egy ilyen vázlatot ebből az anyagból, ebből a nagy anyagból, itt egy 50 kép van most a falon, ez gyakorlatilag egy keresztmetszete az elmúlt évtizedeknek. De nem az egész anyag nyilvánvaló, csak a keresztmetszete, és majd a több száz munkám, az majd a Rögpalotával lesz látható 2022-be. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Kérdezi Radnóti Miklós. Az ő emlékére készült sorozatban Győző összeolvasztotta a költészetet a képzőművészettel. Elképesztő drámai dolognak tartom, hogy valaki egy táborba, tehát egy olyan helyen, ahol az ember mindenre gondol, csak nem az alkotásra, akkor ilyen csodálatos verseket tud valaki írni. Ezek a versek különben, megmondom őszintén, sokszor szoktam magammal mondani, ki géper száll fölébe, annak térképet állj, tehát folytathatom ezeket a verseit, és ezek annyira szívben markolóak, hogy ezeket nem tudtam, nem lehetett kikerülni különben, hogy tehát egyszerűen kénytelen voltam ezzel foglalkozni, és azok a verseket, amiket ő leírt, a mai napig, tehát tulajdonképpen égnek bennem. Tehát én ezeket nagyon fontosnak tartom. Ezek a 80-as években készültek különben. De ugyanúgy vállalom ma is, és hát ugye ez, mondhatom, az akkori hiperrealista korszakomból volt, ugye egészen más technikával, rajztechnikával készültek ezek a munkák, mint a mostanak. Azért az valamilyen formában mindig azok a munkák, amiket én a 80-as években készítettem, reflektálnak a korra. Tehát ugye kifejezik az annak a kornak a, mondjuk így mondjam, a stílusát, vagy azt a gondolatvilágot, ami akkor volt, de ugyanakkor ezek ma is élnek, mint ahogy már az előbb ezekről beszéltünk. A bűvészekkel ellentétben a művészek elárulhatják, hogy hogyan készült el az ő mutatványuk. Ezt meglovagolva 3 technikát is körbejártunk, kezdve a híranyag és hírfal című papírplasztikákkal. Ugye a 70-es, 80-as évek ez a újrealista, hiperrealista, fotorealista korszaknak gyakorlatilag a lenyomatai ezek a művek, és ez ugye erről különben az Ildikó is ír a tanulmányában. Ezek nagyon érdekes technikával készültek, akkor mi fiatal képzések stúdiójának voltam a tagja, és volt egy anyagpályázat, és én az anyagként magát a híranyagot választottam, a különböző újságokat, és az akkori kornak megfelelően, ugye mondjuk egy Sternhez, vagy egy ilyen nyugati laphoz elég nehéz volt hozzájutni, és akkor én bementem ilyen különböző szállodákba, ahol ezeket az újságokhoz hozzá tudtam férni, ezeket begyűjtöttem, és magából ez az újsághanyagot úgy kezeltem, mint egy festékanyagot, amivel festeni fogok egy vászonra, csak ezeket a papírokat meglágyítottam, és egy általam már előre elkészített, a meglágyított papírt beöntöttem egy előre elkészített formában, majd kiszárítottam, ez az anyag megmerevedett, és mai napig is most ugye nincs kiállítva, majd örökbe ki lesz állítva, maga az eredeti plasztikák, és ezek megkeményedtek, és a mai napig úgy néz ki, mint egy friss újság,
tehát ez egy öntvény, papír öntvény tulajdonképpen. Tehát nem rá van ragasztva egy formára, hanem ki van öntve maga az egész papír. Tehát hogyha elvágná magát ezt az anyagot, ezt az oszlopot, akkor belül is lehetne látni, hogy milyen formában gyűrödött meg ez a meglágyított, bevizezett papír, ami természetesen ragasztóba mártottam bele, és így keményedett ki, és vált gyakorlatilag egy plasztikává. A merített papírra készült könyvtárgyak, mint például a Dürer vagy a Mozart könyv is elgondolkoztathatja a látogatót, hogy vajon miféle eljárásra jöttek létre. Készítettem egy időben művészkönyveket, itt a falon láthatóak. Ezeket a könyveknek a borítóját én öntöttem ki. Tehát itt szintén kicsit folytatva, amit már az előbb elmeséltem arról, hogy készültek ezek az öntvények, ezek a papír öntvények. Ez is egy kicsit egy öntvény. Tehát a papír, illetve a könyvnek a felső borítóját, azt is szintén egy formába öntöttem bele. Hát elég macerás ügy, tehát hogy amíg az ember elkészít egy ilyen borítót, tehát ugye én egyrészt elég sok könyvet illusztráltam. Körülbelül életemben 100 könyvet illusztráltam, itt a falon látható is egy pár illusztrációm, többek között a Verne illusztráció, amiből azt hiszem, ha jól emlékszem, olyan 20 kötetet, 20-25 kötetet illusztráltam, és akkor volt bennem egy ilyen dolog, hogy saját magamnak készítek könyvet, tehát ami egyedi könyv, amiből csak egyetlen példány készül, és itt a falon látható többek között a Dürer könyv, aminek különben a Dürer munkáim, én ugye egy időben Dürer parafrázisokat készítettem, Dürert egy óriási nagy mesteremnek tartom, és annak az emlékére készültek ezek a egyrészt maguk a rajzok, a Dürer rajzok, a Dürer parafrázisok, és majd utána a Dürer könyv. De ugyanúgy mondhatom a Mozart könyvet is tulajdonképpen, a másik a Mozart könyv. Ezeknek a papírlapjait, ezeket én öntöttem ki, és utána nyilván dolgoztam meg, és vált egyedi és egy példányos művészkönyvé. A savrajz fogalma is feltárásra került. A savrajznak az a lényeg, ez hasonló technika, mint hogyha tussal vagy diópálccal rajzolnák, de én a diópálc és a tuss helyett gyakorlatilag egy olyan higított textilfestéket használtam, amivel vászonra lehet dolgozni, batikolni lehet, vagy különböző egyéb dolgokat lehet vele művelni, és rájöttem, hogy ez nagyon érdekes módon folyik szét a papíron, és ez a szétfolyás, ahogy a papíron szétfoly, természetesen magát a rajzot, nem könnyű vele rajzolni, el kell, hogy mondjam, tehát pont ez a nehézség érdekel benne, hogy meg kellett küzdenem az anyaggal, hogy ez hogy fog viselkedni a papíron, ez izgatott ebben az egész dologban. De hogyha jól látom, akkor azért mindig visszatér a papírhoz, a ceruzához, a szénhez, az alapokhoz. Ez igaz, ez nagyon érdekes, akkor visszatérnék a kiállítás címére, az a cím, hogy köztes képek. Itt két egység hiányzik, és erről fogok most beszélni, ez nagyon érdekes. Ahogy említettem, én festettem. Tehát azok a festmények, erről az Ildikóval is beszéltem a galériai igazgatóval, hogy kitegyük-e vajon azt az utolsó képemet, ahol befejeztem gyakorlatilag a festést, az egy ilyen zománc festékkel, hát ilyen nagyon érdekes fakturális kép, nincs rajta semmiféle figurális elem, ez csak egy faktúra. Ezzel lehetett volna kezdeni, és a befejezés, amivel most éppen nem ceruzával és éppen nem papíron dolgozom, hanem fotózom különböző fakturális felületeket, ami hát összeköti a két pontot, és közötte van gyakorlatilag ezek a köztes képek. Ez az érdekes benne. Tehát most, ahogy ez a járványügy, ugye, hát ilyen módon nehezítette meg az életünket, én ebben az időszakban elkezdtem fotózni ilyen érdekes felületeket a Szentendrei patakban, és ezekből már összejött egy kiállítási anyag. Abból most itt semmi nem látható, de ez minden esetben nagyon izgalmas dolog, hogy most ezek a képek így állnak, és közben én ezeket már majdnem, hogy elhagytam, és valami egész másfele fordult most a figyelmem ebben a pillanatban. Picit visszamentem azokhoz a festményemhez, amit én a 70-es évek végén hagytam abba. Csak most fotóval. Ahogy a forgatókönyveknek vagy egy versnek, úgy mindennek van alapgondolata. De nem csak mindennek, hanem mindenkinek. Győző alapgondolatára voltam kíváncsi, hogy őt mi mozgatja meg, ami utána önkifejezésre készteti.
Több dolgot tudnék megemlíteni, és ez megint összeköti most a köztes képekkel, hogy honnan indult, milyen pontok vannak ebben a dologban. Fel tudnám sorolni, nagyon fontos volt egy időben számomra a fotó. Tehát akár, hogyha rápillantottam egy fekete-fehér fotóra, most már nincs is ilyen újság, hogy esti hírlap. De akkor kiemeltem egy fotót, és akkor azt a fotót elkezdtem dolgozni, ezek megjelennek itt különben grafikákon is. Nagyon fontos volt számomra, és mai napig nagyon fontos a természet. Tehát a természetnek az inspirációja, a természetnek a változása, és ezért utaltam az előbb arra, hogy most a szentendrei bükkös patakot fotózom, és abból merítek hát ihletet, és tudok is bele ihletet meríteni, de ugyanatt tudnám említeni a parafrázis sorozataimat, ahol a művészet történet jelenik meg, tehát számomra a művészet történet, ahogy említettem Dürert, akit egy nagy mesteremnek tartok, de említhetném Rembrandtot, vagy a másik nagy kedvencem a Francisco Goya, tehát maga a művészet történet számomra egy folyamat, tehát nem olyan arról van szó, hogy ezek a művészek meghaltak, és akkor vége van, hanem úgy érzem, hogy együtt élnek velünk, és az egész egy nagy kört alkot. Tehát ezzel, amit említettem, akár a fotó, tehát a fotó, amelyik az újságfotók, vagy ahogy már említettem az előbb, amikor ezeket a fotókat nem lerajzoltam, hanem plasztikává öntöttem. Vagy a természet, ahol mindig kint vagyok, és mindig inspiratívan hat rám, a mai napig különben, visszautalva a patakfotókra. Tehát ezek azok, amik engem inspirálnak, és ez mindig azt a világnak a teljességét próbálja bennem megrajzolni. Mondjuk a természet az első, arra mindig fantasztikusan rá tudok csodálkozni, hogy milyen organikus és mennyi minden pillanatoként hogy tud változni, és mennyire szép arcát tudja mutatni, de ugyanakkor dráma is lehet, és ez a drámaiság kihat a mai életünkre is, amiben most például vagyunk. Sárkány Győző munkássága, amint azt a mostani kiállítás is reprezentálja, összefüggő folyamatként a művészi kifejezés folytonos átalakulásban zajló, de mégis szorosan egymáshoz kötődő láncolataként értelmezhető. Az életmű kiállítás előzetesen január 9-ig a Gál Imre galériában. Reméljük, hogy egyszer csak látogatható lesz.